Justin Gatlin a világ leggyorsabb embere, akit mindenki ismer, és ő jön Székesfehérvárra július 7-én. Idén már 5. alkalommal rendezik meg a Gyulai István Memorial atlétikai versenyt, az előző évhez hasonlóan ismét Székesfehérváron. Az egynapos versenyen több regnáló olimpiai és világbajnok atléta is rajthoz áll. A szervezők legnagyobb igazolása az amerikai sprinter Justin Gatlin, aki az idei évben a legjobb 100 méteres futó a világon. Igazság szerint felsorolni is nehéz. Bizonyos versenyszámunkban olimpiai, világbajnoki, döntő szintű mezőnyök lesznek. Nyilván Justin Gatlin a világ leggyorsabb embere, akit mindenki ismer, és ő jön Székesfehérvárra július 7-én. Rashaun Merritt, aki a kétszeres olimpiai, hatszoros világbajnok, 400-as, magasugrásban 5 olyan ember lesz a mezőnyben, aki már ugrott 2.40-et, így a világ 3 legjobb versenyzője mutáz. Barsim, Bogdan Bondarenko és Ivan Uhov. De nagyon nehéz most itt felsorolni. Veronica Campbell-Brown minden idők egyik legjobb sprinterhölgye, és sorolhatom a szupersztárokat. A verseny szervezőinek célja, hogy az éves szinten közel 1000 egynapos verseny között előkelő helyre sorolják a magyar viadalt. Amikor 2011-ben elkezdtük ezt a versenyt, akkor a Legenda folytatódik címmel azt szerettük volna, hogy a 80-as évekből tapasztalt világszintű Budapest nagydíj és nemzetközi verseny az valamilyen módon folytatódjon. 2011 óta azonban sikerült olyan eredményeket produkálnunk, hogy most már a világ legjobb versenyei közé tartozunk, és nyugodtan deklarálhatjuk azt, hogy a 20 legjobb közé szeretnénk bekerülni, illetve ezt a folyamatot szeretnénk folytatni, hogy ott is minél magasabbra, minél följebb kerüljünk a világelithez. A versenyt július 7-én Székesfehérváron a Regionális Atlétikai Központban láthatják.